Ezek az öreg traktorok voltak a főszereplői annak a találkozónak, amelyet harmadik alkalommal rendeztek meg Tiszavasváriban. A kisvárosban sokan rendelkeznek 60-70 éves mezőgazdasági gépekkel, amelyeket ilyenkor felvonuláson is megcsodálhatnak a rendezvényre érkezők. Én azt hiszem, hogy a helyi gazdáknak ez az egyik legszebb ünnepük, az augusztus 20-ai gép találkozó és agrárbemutató rendezvényünk, de természetesen a környező településekről, elsősorban a hajdúvárosokról és Borsod megyéből is nagyon szívesen ellátogatnak hozzánk. Én azt gondolom, hogy itt a harmadik alkalommal már egy olyan hagyománysorozatot teremtettünk, amely bízunk benne, hogy nagyon sokáig ki fog tartani, és igyekszünk a jövő évben a Vasvári Pál Múzeum dolgozóinak a közreműködésével egy még sikeres, még nagyobb, még látványosabb produkcióval készülni. A Vasvári Pál Múzeum munkatársai szeretnék olyan módon közelhozni a régi korokat a látogatókhoz, hogy nem csak a múzeumban rendeznek kiállításokat, hanem gyakran szerveznek a különböző jeles napokhoz kötődő tematikus programokat is. A településen van több olyan gazdálkodó, aki ezeket a régi matuzsálemi gépeket gyűjti, tartja és foglalkoztatja, tehát ezek a gépek mindennapi használatban is vannak, sok esetben, tehát vontatásra. És azt gondoltuk, hogy ha tényleg ilyen sokan birtokosa ilyen gépnek, akkor érdemes ezzel foglalkozni. A régi gépek közül talán a legnagyobb sikere ennek az 1949-ben gyártott Hoffer traktornak volt, amelyet évtizedeken keresztül használtak a földeken, ám mára már csak bemutatókra hozza el a tulajdonosa. Ez a legkedveltebb traktor mindenkinek, ugye régi embereknek ezekre az emlékei visszahat, és a mai gyerekek is, hogy forog rajta minden, nagyon szeretik. Napközben számos kiegészítő program várta a látogatókat. Sok érdeklődőt vonzott az akadályverseny, ahol szalmabálák között mérték össze tudásukat a traktorosok. Volt népi ételek kóstolója, melyen kemencében sült új kenyérrel, kenyérlángossal és cipóban tálalt bográcsgulyással fogadták az érdeklődőket. A rendezvény ideje alatt a múzeum régészeti néprajzi anyagát sokan megtekintették. Az egész napos program táncházzal zárult.